Ünnepélyes szalagátvágással adták át a komplex felzárkóztató program keretében megvalósult tanoda és biztos kezdett gyerekháza Tiszavasváriban. Az épület népkonyhával is bővült, ahol 130 adagot kapnak a rászorulók naponta. Az 1980-as években épült épületben mondhatni teljes felújítás valósult meg. Teljes hőszigetelés, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzések, falak áthelyezése, mondhatni az épület teljes renoválása megtörtént, és hát elindult az idei évben 2024 év elején a tanoda program, és most pedig 2024 júniusában indulni fog a biztos kezdett gyerekház. Mindkét programban 30 gyermek, a biztos kezdett gyerekház programban pedig 30 szülő is be fog kapcsolódni. Ugye Tiszavasvári a szívén viseli a hátrányos helyzetűek a sorsát, a szociális rászorulóknak a sorsát, és hát a biztos kezdett gyerekházra nagy szükség volt, úgyhogy hálásan köszönöm a egyedi kormányzati támogatást a város nevében, mert bizony ez az egyedi kormányzati támogatásból valósult meg, közel 160 millió forintnyi bruttó értékben. A tanoda és a biztos kezdett gyerekház lényege, hogy olyan segítséget nyújtson a tanulóknak és a családnak, ahol a formális tanuláson kívül a délutáni szabadidő eltöltésében és a kötelességek teljesítésében segítse a gyermeket. Kiemelt célja, hogy lehetőség szerint senki nem morzsolódjon le az iskolában azért, mert nehezebb sorból jön. Alapvető előírás az, hogy itt az itt dolgozók között pedagógus végzettséggel rendelkezőknek kell, hogy legyenek. Egyfajta közösségszervezéssel kell foglalkozni, tanulással kell foglalkozni, kulturális sportélettel kell foglalkozni. Az itteni tanodák ráadásul tehetséggondozás, tehetségkiválasztást is építettek bele a programjukba. Tehát ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint a nehezebben tanuló, vagy a nehezebb sorból jött a gyerekeknek adjunk egy mankót, adjunk egy segítséget, hogy felnőtt korukra ezt a hátrányt le tudják dolgozni, és minél inkább meg tudjanak maradni az iskolákban, és majd amikor dolgoznak, majd amikor oda jutnak, akkor tudjanak munkahelyen elhelyezkedni. Az elmúlt években Magyarországon nagyban nőtt a felzárkózás mértéke. Az Európai Unió által bevett statisztikai mutató szerint a súlyos anyagi és szociális nélkülözők száma Magyarországon 2015 óta 1 millióval csökkent. Ezzel párhuzamosan 1 millió fővel nőtt azok száma is, akik dolgoznak. Nagyon fontos, hiszen ezen a település részen hátrányos helyzetű családok élnek, és a tanodának van egy nagyon jó programja, készséget fejleszt, egy jó látásmódot, egy jó módszertant alakít ki a gyerekekbe, egy kicsit játékosan nevel, és gyakorlatilag ide kapcsolja nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is. Nagyon fontosnak tartom a tanoda programot, meg a biztos gyermekházat, de biztos kezdett gyermekházat, és ez azt jelenti, hogy Tiszavasváriban egy nagy felzárkóztató programban nem csak infrastruktúrára, nem csak betonra koncentráltunk, útra, járdára, egészségügyi intézmény fejlesztésére, ebrendészeti telepre, hanem képzésre is, és ennek a képzésnek az egyik eleme itt a tanoda, amelyet egy alapítvány, egy egyház fog működtetni, és itt voltak a képviselői, látható, hogy modern körülmények között, internet eléréssel itt a gyerekek fejlődhetnek. A Tiszavasváriban nyílt tanoda és gyerekház egy stabilan működő intézményrendszer évek óta. Országszerte már 180 tanoda és 177 biztos kezdett gyerekház működik, ezeket számos településen kormányzati támogatásból valósítottak meg.